Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban visszatértünk itt a WW2K22-ből a HCV-s Universe módunk Underground sorozatának, a 7. évadának a 8. epizódjában. Közeleg a véres november. Ugyebár. Nos, hát akkor kezdődik is, az első részevője a nyitó mérkőzésünknek érkezik is. Maokai, a dzsungelkölyök. Ugyebár Maokai. Ha jól emlékszem, legutóbb Hősantal ellen volt egy mérkőzése, amit ugyan elveszített a Revolution övért, ment ugye az a mérkőzés itt az Undergroundon. Ugye azt elveszítette, de most itt van újra. Maokai. Szóval lássuk, hogy a dzsungelkölyök hogy fog a mai Undergroundon teljesíteni. Hiszen egy korábban már szintén a Universe módban szereplő úriember lesz az ellenfele, a svájci bicska Cash Dennis Darling érkezik a ringbe. Cashről azt kell tudni, hogy eléggé furfangos, és hát nagyon kemény meccsei voltak már itt ebben az univerzumban. Egy jó ideje már nem láthattuk egyébként, de most újra itt van. És hát Maokai ellen kell most megmérkőzni a svájci bicskának. Ugye Dennis Darling Cashnek. Lássuk, hogy fog neki sikerülni ez a mérkőzés. Ugyanolyan pökhendiséggel érkezik, mint ahogy eddig etéren biztosan nem változott Dennis Darling. Nos hát akkor megszólal a gong. Hoppá, Cash ütött volna, de ezt Maokai szép átvitelben hárítja. Majd még egyet hárít, és most még egyet. Maokai egyenlőre hatalmas kombinációt visz be Cashnek. Majd, úristen, mekkora térdes. A dzsungelkölyök egyenlőre dominálja a mérkőzést. Ezt nem vártam volna. Nem vártam volna, hogy ilyen nyitánya lesz ennek a mérkőzésnek Cash és Maokai között. Most azonban a kick köz nincsen meg. Sarokban van Maokai, és Cash ott pedig gyepálja, kihasználja, hogy a sarokban van Maokai. Majd taposások, egyetlen taposások, és most hallja egy Cash-től. Hatalmas csizmatalppal találkozik Maokai. De ez csak egyetért bizony. Ez csak egyetért. Majd Cash most mire készül? Olyaj. Áó. Hatalmas szuplex. Majd Maokai kellene fel, és most pedig a forearm. Dennis Darlington ünnepelteti magát. Hoppá, de most Maokai. Maokai már ennyitől, már ennyi esélyt kell neki adni, és már egyből visszatámad. Cash most egyébként visszavitte Maokait a földre azzal a ripcord forearmmal. Most pedig vippeli be a sarokba, hatalmas clothesline. Dennis Darlingtól Cash tush helyzeten, de ez is csak egyetér. Maokainak hatalmas küzdőszelleme van, kérdés az, hogy van ez a küzdőszellem ez a térdes után. Lássuk, hogy most Cash mire fog készülni. Nojaj, hasamért térdesek. Majd Darling vitt pedig be a sarokba ismételten, és ismételten a clothesline Maokai számára. Most pedig Cash taposásokkal érkezik. Az egója hatalmas a svájci bicskának, ugye egyenesen Svájcból. Most pedig taposások a karra,
Hawkeye nem túl boldog. Most Cash nem hagyja élni Hawkeye-t. Hát egyenlőre most Cash átvette a mérkőzés irányítását eléggé stabilan, de most talán Hawkeye vissza tud jönni. Megvannak a forearmok, hatalmas bekelból, és most Hawkeye jön, és hatalmas clothesline. Hawkeye most visszajött a mérkőzésbe. Hoppá, de nem, Cash. Cash még időben vissza tudott jönni, és bizony földre is tudja most vinni Hawkeye-t. Pedig én már elhittem, ajj, most Cash-től a Guardbuster bent van. 1, 2, de nem. Hawkeye még a mérkőzésben van. Most azonban Cash, mire készül, nem tudjuk meg. Ó, de hát most Hawkeye-nak sem jön össze, és a Ripcord Forearm ismételten leteríti Hawkeye-t. Jaj, és most még egyre ment volna, de az már nincsen meg, és most ismételten forrálmok, szép bekelbó, és ismételten a clothesline, Cash ugyanúgy bekapja ezt, most pedig Hawkeye. Ó, ez megvan a Hurricane Rana. Cash a földön, Hawkeye pedig mászik, és ez egyet jelenthet. Ó, megvan a double full stomp a felső kötérről Hawkeye-nak. 2, 3, Hawkeye győzelmet arat a mai undergroundon. Az a dzsungelkölyök megérkezett, úgy érzem, ebben az univerzumban. És micsoda győzelmet aratott Danis Darling, azaz Cash ellen Hawkeye. Cash végig dominálta a mérkőzést, de Hawkeye végül felül tudott kerekedni. Itt volt a Hurricane Rana, majd a félelmetes double full stomp, ami bizony már elég volt Danis Darling számára. Tehát a mérkőzés győztese a dzsungelkölyök, Hawkeye. Egyébként, ha tetszik, és biztosan akarsz értesülni a tartalmakról, akkor iratkozz fel, illetve gyere fel a Discord szerverünkre, és ott tudsz csetelni akár a Birkóról, vagy bármi máshol is, és a közösség tagja lehetsz. Valamint részt vehetsz szavazásokon, és a kérdéseidet felteheted a kérdések chat szobában, amiket én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok válaszolni. Link a videó leírásában. Nos, hát akkor most Rufus Goldfeet érkezik a ringbe, aki hát ugye az előző undergroundon gratulált Mavericknek a mennyert mérkőzése után. Gratulálni akart Mavericknek, de hát Maverick inkább adott neki egy Maverick Drivert a táska tulajdonosának, hiszen ugye Maverick az előző undergroundon azt a mérkőzést nyerte meg, amivel első számú kihívó lett a táskára. Ha csak ugye Rufus be nem váltja addig. És most érkezik az Etalon. No hát lássuk, hogy Rufus Goldfeet mit szeretne. Ha jól tudom, nincs kiírva mérkőzése, szóval valószínűleg szólni kíván, de azért még az Etalon ünnepelteti magát, legalábbis saját bevallása szerint az Etalon, illetve a legférfiasabb ember a HCV-ben. Na hát lássuk, hogy Rufus Goldfeet mit szeretne mondani a táska tulajdonosa. Hát igen, erre az említett Maverick Driver fejrejtésként reflektál Rufus, és hát kérdezi Mavericktől, hogy meri az Etalon fejrejteni.
És ugye igen, közeleg az a bizonyos véres november, ahol ismételten megmérkőznek a táskáért, hiszen már volt előzőleg egy mérkőzésük a táskáért, amit Rufus Goldfit Iva Kolaszki beavatkozásával nyert meg, ugyebár. Azt mondja Mavericknek, Rufus, hogy azt címezi Mavericknek, hogy nem akarja többet meglátni a táskája körül, amint megveri őt másodjára. És hát koszos gyíknak nevezte Mavericket, aki érkezik is. Válaszolni fog bizony a gyíkember, úgy néz ki. Kérdés az, hogy szavakkal vagy fizikálisan fog-e válaszolni Rufus Goldfitnek. Reptile érkezik a ringbe. A megtörhetetlen gyíkember Maverick, aki ugye a tűzvonalon próbálta meg megszerezni Rufusszal a táskát. Tehát ugye Iva Kolaszki elterelte a figyelmét Rufus menedzsere, és az alatt Rufus pedig össze tudta szedni magát és be tudta adni az aranyláb szuperkicket. De hát ugye a VNA-n fog, tehát a VR tovább fog Maverick még egy esélyt kapni a táskára. És azt mondja Maverick, hogy azért ejtette fejre az etalont, mert szerinte nem tudja Rufus Goldfit, hogy mit jelent a megtörhetetlen szó. Azt mondja Maverick, hogy Rufus olcsó trükkjei ellene hatástalanok. És hogyha őt meg lehetne törni, akkor már nem lenne a HCV-ben. Ó, és azt mondja Rufus, hogy már hogy ugye a VNN nem lesz jelen Iva Kolaszki Rufus Goldfit sarkában. Vagy Rufus Goldfit mellett. Rufus ezt nem is érti. És azt mondja Maverick, hogy a vezetőség is beismerte, hogy csak azért volt Rufus Goldfit táska tulajdonos, mert ott volt Iva. Hoppá! Hoppá! Egyenes üzenet Mavericktől! A Reptile el is hagyja a ringet! Huha! Nos akkor, jöjjön hát a második mérkőzésünk, ami egy tag team mérkőzés lesz, és melynek első részevője a korábbi tag team bajnokok, a Gulyás testvérek, hiszen ugye a tűzvonalon nem tudni végül, hogy most ez bírói hiba vagy sem. Volt-e, a Bastard azt állítja, hogy nem, de a Gulyásik meg az, hogy igen. Nem tudni, hogy ez most mi is vagyok ezek, de az biztos, hogy ott a tűzvonalon a Gulyásik, vagy hát a Budapest Bastards lett a tag team bajnok, a Gulyásik veszették el. Úgyhogy már tag team övek nélkül de érkezik Viemos és Öcsi, sőt már a ringben ugyebár a Gulyás testvérek. És érkeznek az ellenfeleik, az Arrows of Hungary, Európa egyik legdurvább tag teamje, leghírhettebb csapata. Egyébként, amíg az Arrows vonul be, addig hadd mondjam el, hogy ez egy alternatív univerzum, hogy eddig még nem jöttetek volna rá, ugye Rufus Sáska tulajdonos, meg mi egymás, mások a bajnokok, mások a sztori vonalak. Úgyhogy, ja. Közben megérkezik Icarus és Dover az Arrows of Hungary, hogy megmérkőzzön a korábbi tag team bajnokokkal, a Gulyásékkal. Egyébként ebben az univerzumban az Arrows of Hungary volt az első tag team bajnok csapat. Hogy lássuk, Dover és Öcsi kezd. Dover ment volna ütése, de Öcsi hárítja és most Öcsi jön az ütésekkel, elég egészen eddig. Most Dover ismét próbálja
végül Öcsi tud vinni, bevinni a sorozatot, majd pedig Vipperi, és a close line-ba vissza jön be Vilmos, az idősebbik Gulyás. Ó, szépen visszatámadott Vilmos, lóverütése csak felspanolta őt, de most azonban Vipperi Dover vissza a close line-ba, ugyanúgy, mint ahogy az Öcsi tette Doverrel korábban. Majd kegyetlen taposások Dovertől, az Hardcore Hungarian-től. Majd pedig Vipperi be Vilmos a sarkukba, és jön be Ikarus. Ikarus. Nem tudok beszélni, elnézést. Most a choppok Ikarustól. Vilmos beesik a sarkukba. Hoppá, most a Dover betegelhetne. De Vilmos időben el tudja vinni onnan Ikaruszt. Dover nem tegelte be magát, nem tudta betegelni magát. Hoppá, de most Ikarusz! Hatalmas ütések. De most jön vissza Vilmos. És a flying shoulder tackle a semmiből. Ikarusz ismét ugyanúgy hárítja, mint ahogy az előbb, és most ütések sorozata Ikarusztól. Majd ez is megvan. Tussa megy Ikarusz. Vilmos kirúgott, de Öcsi is ott lett volna, hogy megmentse a szituációt, és most közben Dover és Öcsi is elkezdik csépelni egymást, miközben Ikarusz és Vilmos pedig a ringben chop fesztivál tartanak gyakorlatilag. Majd most Ikarusztól a rolling elbow. Hatalmas rolling elbow. De ó, de most Vilmos jönne vissza, de hát ismételten a chop párbaj. Majd ismételten a strike-ok Ikarusztól. De most Vilmos ismételten tud hárítani, ismételten bevitt pedig a sarokba. Ugye nincs ott Öcsi, hiszen Öcsit egyenlőre Dover gyötri. Hoppá, de most Vilmos viszont készül. Készül. A flying Vilmos crossbody-ra, de az bizony nincsen meg. Ikarusz elhajolja, és még az is bent van. Jön vissza Dover a mérkőzésbe. De Vilmos egyenlőre visszatud, minthogyha jönni, de nem. Dover egy close-line-nal letarolta a repülő szarvasmarhát. És ismét ez van a close line Dovertől. Ó, de Vilmos ismételten jönne. Jönne, és most földre megy Dover. Itt van az esélye Vilmosnak a tegre. Megvan. Jön be Öcsi. Jön be Öcsi. És a flying shoulder tackle. Majd megint. És most Öcsi mire készül? A punch. De a második már nincsen meg. Rásik Öcsi a kötélre. De Dovernek nem jött az össze, és ott van a close line. Öcsi fordíthat ezen a mérkőzésen, mint friss ember. Egyelőre azonban Dover ment volna. Ment volna. Arra bizonyos lariátra, de a Spear. A semmiből. Spear a semmiből Öcsitől. És hármat ért. A Gulyás testvérek a semmiből. Egy meglepetésből gyakorlatilag. A meglepetésből szerzett győzelemmel. De ez a Spear, az a semmiből jött. Ez tényleg meglephette Dovert. Milyen esetre sportszerű mérkőzés volt ez, ám végül a korábbi tag team bajnokok kerültek győzelmi helyzetbe. Tehát ennek a mérkőzésnek a győztesei Vilmos és Öcsi, a Gulyás testvérek.
No hát akkor úgy néz ki, hogy a Budapest Betszöld és a Gulyás testvére meg fognak mérkőzni a véres novemberen. De akkor most olyan a fő mérkőzésünk, melynek első részevője a HCV jelenleg regnáló bajnoka, aki a véres novemberen egy Last Man Standing mérkőzésbe fog megmérkőzni Zafar Aminnal. Ugye aki Zafar meg a Rumble-t nyerte meg még korábban. Tehát László Árpád, a HCV bajnoka érkezik a ringbe. Ez most egy non-title mérkőzése, tehát nem a HCV öve, a tét. Tehát ha veszít, ha nyer László Árpád, ő fog maradni a HCV bajnoka, az egészen biztos. No hát, lássuk. László Árpádot, a közönség nagyon szereti őt. Ugyebár még László Árpád még Szalai Zoltántól vette el azt a bizonyos HCV bajnoki övet itt ebben az alternatív univerzumban. És akkor most lássuk László Árpád ellenfelét. Ki nem más, mint az osztrák hegyomlás, a lavina, Robert Dreisker, Avalanche. De valóságos lavina érkezik, mint László Árpád ellenfele, egyenesen Ausztriából, a WXW Academy, tehát a WXW vezető edzője, Robert Dreisker, azaz Avalanche. Egy igazán nagyméretű úriember, aki iszonyat nagy pusztításra képes. Lássuk, hogy mit fog tudni elérni ezen a nem övér zajló mérkőzésen László Árpád ellen. László Árpád és Avalanche is készen áll. Megszólal a gong. Egyenlőre csak egymást nézik. De két nagy ember, hoppá, most Avalanche. Megküld ezt a forrámat, és most ezt elhajolja. Hoppá, de most László földre viszi gyorsan ezt a nagy embert. Miközben Avalanche vissza tudott jönni a kiktörögáttal, és kilapítja Lászlót a sarokba, és elkezdi csépelni a földön lévő bajnokot. Igaz, ez egy nem az övé zajló mérkőzés, de hát Robert Dreisker számára egy hatalmas skalp lenne, ha ezt be tudná húzni. Hoppá, egy dropkick! Hát hogyha egy 140 kilós úriember a hátadnak ugrik teli erőből, teljes testvére beledobva, az nem lehetett kellemes. No hát lássuk most Avalanche vippeli be a sarokba László Árpádot, de most László ezt tudta blokkolni, és nem tud egyenlőre visszajönni. Avalanche ismételten vippeli, és most hatalmas ütések, és még egy uppercutot is ráküld. Majd a Snapmer megvan, és a taposás az orra, ha jól láttam. Avalanche most készül valami nagyra, nem tudjuk meg, mi lett volna az. Hoppá, de most László továbbra sem tud visszajönni, hiszen egy headbutt-tal ismétetlenül teremti őt Robert Dreisker. Majd pedig, ojjaj, ó, nagyon szép manőver Dreiskertől, tus helyzet, de nem, Avalanche-nak nincs még meg. Hát ismételten akkor csépelni kezdi László Árpádot. Ojjaj, ojjaj, au, Dragon Screw. Au. Ez fájhatott Lászlónak. Na hát nézzük, mi lesz ennek a folytatása még. Ismételten a sarokba, valószínűleg a Dreisker bombra készült volna Avalanche. De most egyelőre felkapja a vállaira, ajjaj,
Death Valley Driver! Hatalmas Death Valley Driver! Pont nem éri el László a köteleket, de ki tudott rúgni! 2,9-nél! 9-nél! Ki tudott rúgni! 2,9-nél ki tudott rúgni László Árpád! Kizuhan a sarokból! Mert annyira tropára van menve szegény László háta! Dreisker bombra készülhetne, de nem tudjuk meg mi lett volna az végül. És most László, olyaj, ez egyet jelent. Megvan a Bulldog, itt van most László esélye. Itt van most László esélye. Avalanche tápászkodik föl, és most nem, nincsen meg. Ó, megint csak nincs meg. De nem. Most viszont megvan, és Lászlótól a Saito, hatalmas Saito! Hoppá, de mi ez? Zafara Min zenéjét hallom, és itt van a nagy úr, akivel a véres novemberen Last Man Standing mérkőzésben meg fog mérkőzni László Árpád. Eközben Avalanche feltápászkodik. Olyaj, mi lesz abból? Most Viperi be a sarokba, Dreisker bomb bent lesz-e? Nem, nincs bent! Nincs benne Attila kardja! Attila kardja László Árpádtól semmiből! 1, 2, 3 Százat lehetett volna rá számolni Zafar Amin beavatkozásával, de így is László Árpád a mérkőzés győztese. Micsoda nagy mérkőzés volt ez! Robert Dreisker, azaz Avalanche és László Árpád között, a HCV bajnoka, és hát az osztrák nagy ember között. De hát így, a mai Underground főmérkőzésének a győztese itt ebben az alternatív univerzumban nem más, mint László Árpád. Hát köszi srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, ezt az újabb Underground epizódot, ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint gyertek fel a Discord szerveremre, leírásban van a linkje, és hogyha oda feljöttök, akkor biztosan nem maradtok le az ehhez hasonló tartalmakról, illetve részt vehettek szavazásokon is, továbbá feltehetitek a kérdéseiteket, ha netalántán adódott volna a kérdések chatszobába, és azokat pedig én egy Q&A videó keretein belül fogom nektek megválaszolni. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, hello!